Nem volt betervezve, hogy Lakatos érkezése Erdély véglegesítése után a túlsó férről is igazol a tavaszi szezon kezdetére új játékost a Tolna VFC. Ám amikor híre ment annak, hogy a kiskörös szinte megye egyes csapatának játékosa magánéletbeli okokból szexárdra került, a Tolna trénere Buzás Attila úgy gondolta, a 24 éves középpályásra szüksége lehet, aki egyébként a játék szervezéséhez ért, és ilyen típusú játékos még el kell az egyébként erős keretébe. Vannak ígéretes egyéni megmozdulásai is Molnár Tamásnak, és ha a helyzet úgy kívánja, vissza is védekezik a középpályás társakkal. Nos, Molnár Tamás eddigi fellépései alapján igazolta az előzetes várakozást, helyet is követelte magának a csapatban. Fontos láncszeme a Tolna pressing elő letámadó stílusának. Nagyon nehéz döntés volt, én szerettem ott lenni kiskörösen, és szerettem az ottani klubomat is, és csapattársaimat. Hát ez egy ilyen életszituáció volt, amiben dönteni kellett, hogy nekem mi a fontosabb, mi az elérhetőbb, és mikor Tolnán megjelentem egy edzésen, Horváth Máté segítségével, nekem egy pozitív benyomás volt, és nem kellett tovább gondolkoznom azon, hogy szeretnék-e itt maradni, vagy szeretnék-e ide bekerülni. Keresték máshonnan is, de civil kenyérkereső munkája, mint mondja, most nem engedné meg, hogy több edzésen is részt vegyen, mint azt Tolnán kell. Persze még túl fiatal ahhoz, hogy lemondjon egy magasabb osztályban való szereplésről, futballista karrierje kiteljesítéséről. Szeretném megnyerni először is a bajnokságot, most ez az első cél. Aztán reméljük, hogyha esetleg rájátszást kell játszani, hogy följutunk, akkor szeretnék maradni, és remélem, hogy számítanak ugyanúgy rám, mint most ugye a megye egybe. Igen, mondhatjuk a válaszként azt, hogy igen, hogy szeretnék az NB3-ban még játszani. Kiskörösről ez az út lezártnak tűnt, nem járhatónak? Nem feltétlen. Inkább az élet miatt jöttem el. Ott is azért egy stabil keret volt, akivel lehetett volna nagyot alkotni. Az élet így hozta. Nagyjából ugyanabban a helyzetbe csöppent Tolnán is, mint Kiskörösen. 3-4 csapat is esélyes még a bajnoki címre a megyei első osztályú bajnokságban. Nem nézünk annyira előre, hogy mi lesz a szezon végén. Próbálunk minden mérkőzést egymás után megnyerni, és a végén reméljük, hogy a tabella elején végzünk. Mit játszottál Kiskörösen, és mit itt? Ez egy teljesen más szituáció. Ott alapvetően irányított kellett, hogy játszak, és egy idő után sérülésekből adódóan ott kikerültem a szélére. Itt most, hála Istennek, azért megvagyunk minden pozícióban, tehát itt most azt játszhatom, amit tudok, irányítóként játszom, és attól függ, hogy az Attila mit vár el, vagy mélységből érkezést, vagy éppen a kiszolgálást, ezt ő mindig jelzi felénk meccselőt, hogy ő mit vár el, mit szeretne látni, és mi próbáljuk azt megvalósítani. A bajnoki elsőség megszerzése, illetve megtartása szempontjából a rangadók megnyerését tartja a legfontosabbnak Molnár Tamás. Egyelőre azt mondanám, hogy ezeket a rangadókat nyerjük meg, és utána ráérünk ezzel foglalkozni. Nekünk saját magunkkal kell foglalkozni, és így érhetjük el a célunkat. Jó a szakmai közérzeted, jól érzed itt magad, minden rendben? Természetesen, tökéletesen érzem magam. A szurkolók is azért elég támogató szelleműek, ami pozitívan érintett, amikor ide kerültem, és csapat is nagyon hamar befogadott, úgyhogy én teljesen jól érzem itt magam. Köszönöm szépen!